Az ország minden tájáról érkeztek diákok Nagykállóba, sőt a nagyváradi és beregszászi csapatok révén nemzetközivé vált az országos pedagógiai csapatverseny döntője. A beregszászi diákok először jártak Nagykállóban. Jól érezzük magunkat, és zökkenőmentes volt az utazás. A pedagógiai versenyen nagyon sokat készültünk, mint a tudás részét, mint a bábozást, és nagyon élveztük a felkészülést a kísérő tanárunkkal. Milyen előadást hoztatok ide nekünk? A három kívánságot, kárpátaljai magyar népmese. Az elméleti feladatok mellett a csapatoknak egy-egy báb előadás is be kellett mutatniuk. Rostás János Tibor, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, a verseny célja a pedagógiai ismeretek gyarapítása mellett az, hogy az azonos képzésben résztvevő diákok határon innen és túl megismerkedhessenek egymással. 2017 óta nekünk már élő együttműködésünk, kapcsolatunk van a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola, illetve annak a középiskolájával. Jelenleg a Kréta rendszerben 347 kárpátaljai tanulónk van regisztrálva, akik két éves felnőtt képzésben vesznek részt a Máté Szalkai Szakképzési Centrum szinte minden tagintézményében különböző szakmákban. Ez a különböző szakma tulajdonképpen 8 ágazat, 12 szakmáját jelenti. És hát az a legtermészetesebb dolog, hogy nem csak az itteni szakmai képzésben, hanem az ottani náluk pedagógus képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben lévőkkel is kapcsolatban vagyunk, és ők nekünk mondhatnak azt is, hogy családtagunk már ennyi év után, a beregszászi kapcsolatunk az már több, mint csak egy versenyre szóló felhívás vagy felkérés, hanem az ottani vezetőkkel és ottani hallgatókkal is jó kapcsolatban vagyunk. Igazgató azt, hogy a diplomosztójukon vett részt az elmúlt alkalommal, és ez a kapcsolat szerintem a jövőben is működni fog. Az esemény házigazdája, a nagymúltú Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium ebben a tanévben ünnepli a pedagógiai képzés 50. évfordulóját. Az iskola vezetés terve, hogy a jövőben is megszervezze a versenyt, hiszen nem csak a diákok számára jó alkalom a megismerkedésre, de ilyenkor a felkészítő tanárok is tapasztalatokat tudnak cserélni egymással. Két évvel ezelőtt ünnepeltük a 150 éves évfordulónkat, és akkor egy eseménysorozat egyik tagja volt ez a pedagógiai verseny, ami tulajdonképpen egy hiátusra épült, hiszen az országban a pedagógia oktatást felvállaló intézmények nagyon szétszórtan vannak településeken, nagyon messze vagyunk egymástól, és ez akadálya annak, hogy egyrészt a gyerekek találkozzanak, illetve ezt a szakmát okító pedagógus sok eszmét cseréljenek, beszélgessenek. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője és egyben a verseny védnöke úgy fogalmazott, a Budai Nagy Antal országos szinten is patinás intézménynek számít, ahol kiemelkedő minőségű a szakképzés. A térség egyik meghatározó intézménye, amit a Fidesz-KDNP kormány megerősített, ugye a szakképzési törvénymódosításra gondolok, és a lehetőségek kibővítésére. Tehát a szakképzés a térségben is erősödött, és ennek hasznát az itt tanuló gyerekek látják. A másfél napos rendezvényre érkező csapatok számára a teljes körű vendéglátást a házigazda szakképzési centrum biztosította. Emellett a diákok különböző helyismereti programokon is részt vehettek.